A természettudományos tárgyak hazai népszerűségének mélyrepülésekor történt, hogy négy kisgyermek képzelete egyenesen a kozmoszig szárnyalt. Nagyon büszke voltam magamra, amikor olyan 6 éves lehettem, és már tudtam, hogy melyik a göncölszekér. Én gyerekkoromban mosógépszerelő akartam lenni, mert az teljesen lenyűgözött, ahogy mindenféle alkatrészt láttam. A csillagok, mint minden embert, engem is érdekeltek. Kiskoromban imádtam nézni a Star Trek sorozatot. Fascinating. Mire az álmok tudományos érdeklődéssé fejlődtek, addigra az Európai űrügynökség is rájött arra, hogy légüres tér keletkezett az utánpótlás nevelésben. Ma már nem lelkesedik annyira egy fiatal. Amikor én kezdtem, akkor a űrkutatás, az űrrepülések, azok nagyon nagy szenzáció számba mentek. Szinte minden második gyerek űrhajós akart lenni. Az ÉZA diákok számára hirdetett Rexus-Bexus nevű nemzetközi rakéta és ballon kísérletekre először 2010-ben pályázott egy maroknyi magyar egyetemista. Amikor először repült a kísérlet, akkor nagyon zordak voltak, emlékszem, az időjárási körülmények, és ezt a különleges kutatóballont, ezt nagyon alacsony szélsebesség mellett lehet csak útnak indítani, és egy teljes napon át vártunk, úgyhogy mindig be volt ígérve, hogy 1 óra múlva felbocsájtás, 1 óra múlva visszaszámlálás, és mindig csak törölve volt. És ez olyan izgalmat jelentett, amit én azelőtt még szerintem sose éltem át. Egy hallgató számára nem könnyű dolog ebben részt venni. Tehát a tanulmányok mellett itt teljesíteni igencsak magas követelményeket, komoly angol nyelvtudással, rendszeres kiutazásokon részt venni az Európai űrügynökségnél, ahol olyan vizsga jellegű számonkérések vannak, amik messze túlmutatnak egy egyetemi vizsgán, ez nagyon nehéz. A fizikusi pálya vonzásokkal és taszításokkal vegyes világát választó magyar hallgatók főbázisa a Központi Fizikai Kutatóintézet űrdozimetrikai kutatócsoportja. Itt fejlesztették a szovjet interkozmosz korszakban az asztronautákat érő kozmikus sugárzás mérésére szolgáló első műszereket, melyeknek modern változatú diákkísérletei az ÉZA programokban ott lesznek a ballonok fedélzetétől kezdve a rakétákon át a jövőre startoló EZEO műholdig. Itt az asztalon annak a műholdra kerülő verziójú Tritelnek a technológiai példánya van, amelyet mi is fel szeretnénk tenni majd az EZEO diák műholdra. Ez egy ilyen közel 1 kilós kis doboz tulajdonképpen, amely a hátsó részében tartalmazza azt a detektorrendszert, amely majd a mérést fogja megvalósítani. Ez egy olyan különleges detektorrendszer, amely a tér mind a 3 irányába tartalmaz szilícium detektorlapokat. A Tritel születése előtti első magyar fejlesztésű dozimetrikai eszköz a Pille egykor az űrverseny fénylő szerencse csillaga volt. Első generációjának születésénél, amelyet Farkas Bertalan vitt magával először a világűrbe, a diákcsapat szenior mentora Apáti István is jelen volt. Nem voltam sokkal idősebb, mint Balázs, mikor belecseppentem itt a űreszköz építésbe, különösebb segítség nélkül, és ugyanúgy éjjel-nappali munkával, mint ahogy ezt Balázs most teszi, kicsit hasonlóan. Egy olyan embertől tanulhatok, illetve egy olyan emberrel dolgozhatok együtt, aki tulajdonképpen egy generáció választ el, de ezt a generációt egyáltalán nem érzem. A KFKI diák műhelyének legtehetségesebbjei idén először jutottak be az ÉZA rakéta programjába, amely egy Orion típusú, közel 100 km magasságig jutó rakétát biztosít a hallgatóknak. A magyar csapat márciusban indul az Európai űrügynökség észak-svédországi központjába, Kirunába, ahol bemutatják azt az új GM csöves rendszert, amely már a Triteltől és a Pillétől is független találmány. A rakéta nagyon nagy sebességgel hirtelen indul el, ami azt jelenti, hogy elképesztő gyorsulás lép föl, akár 25G is tapasztalható a repülés során, ezzel nem védeni kell a rendszerünket, valamint egy rakétakísérletben nagyon magas frekvenciájú rezgések. Az egész rendszer rezeg, vibrál, ezt is bírnia kell magának a kísérletnek, és akkor még olyanról nem is beszéltünk, hogy maga a hőtani probléma, például amikor egy rakéta nagy sebességgel halad, akkor a külső burkolata felhevül a súrlódás következtében közel 200 fokosra. Ez a hőmérsékleti óriási különbség, ami belül meg kívül van, ez egy nagyon erőteljes hőmérséklet bemászást fog jelenteni, ami eléri a kísérlet belső részét, és az súlyos károkat okozhat, ha nem megfelelően terveztük meg. Ez itt a GM cső. Az én feladatom a projektben a GM csövek mechanikai tesztelése.
és a GM-cső az egy gázionizációs detektor. Ez a lelke a műszernek, a szíve. Itt történik az az effektus, amit ki szeretnénk mérni a kísérlet során, és ez a detektált impulzus kerül majd be az elektronikába, és ez alapján fogjuk kiszámolni a mért dózist. Az én feladatom az, hogy miután a Geiger-Müller számlálóknak stabil 500 volt kell a működéséhez, és a fedélzet csak 5 voltot tud, így nekem a feladatom az, hogy előállítsam ezt az 500 voltot. Pontosabban, hogy találjak egy olyan kapcsolást, és megvalósítsam ezt áramköri lapkán, ami képes ezt a feladatot ellátni. Erről a két portról kapja a tápellátást, a kísérlet. Ez a rész itt, ami egy nagy katyvasz, ez egy feszültségstabilizált oszcillátor, ami előállítja a szükséges kvázi váltogató feszültséget a Cockcroft-Walton generátor számára. Én vagyok felelős az informatikai oldalért. Ez igazából főként az adatfeldolgozást és a kommunikációt jelenti. Ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag csak a főlövés után kapcsoljuk be a nagy feszültségű tápot, ami a GM csöveket ellátja, és ezt egy szoftveres parancssal kell tudni fölkapcsolni és lekapcsolni. Teszt módban meg bármi egyéb kérdéssel kapcsolatban is. Na, az nagyon ciki lenne, hogyha valamiért ezt a szoftver úgy döntene, hogy le kell kapcsolni a mérőegységet, mert akkor gyakorlatilag nem mérünk semmit. S hogy a jövőben beérik-e a földi űrközpontok műszer romantikájával, vagy a csillagoség sem szab határt álmaiknak, az csak egy lehetséges marsutazás döntheti el. Amikor az ember csak azt várja, hogy mikor lesz fölbocsájtás, és utána, amikor ez repül, amikor elindul, amikor látjuk, hogy útnak indul, és mi figyeljük az irányítóközpontban az első érkező adatokat, nézzük, hogy merre jár, és izgulunk, hogy vajon a következő percben is működni fog-e, hát az leírhatatlan. Valami, amiben az embernek benne van a munkája, ő forrasztotta azokat, amik benne vannak, és bízik benne, hogy működik, és hát általában működik is. Ez nekem valami lenyűgöző érzés.